Sziasztok, Attila vagyok Németországból, Limbachból, és tartozom nektek egy beszámolóval azzal kapcsolatban, hogy mi is történik mostanában, így a The Last Reformation-nel kapcsolatban, vagy a magyarul az utolsó reformációban. Bizonyára láttátok a videóimat, igaz, hogy angolul, és így megszaporodtak ezek a videók. Lukasszal is csináltunk párat, ő ugye a testvér, akivel együtt szolgálunk, és a feleségével, Orsival. És előre is szeretném leszögezni, hogy ezt a videót nem azért csinálom, hogy bárkinek is táptalajt adjak a kárőrvendésre, vagy gúnyolódásra, vagy bármi. Hiszen Isten dolgairól van szó, Isten országáról van szó, az ő gyülekezetéről, Krisztus testéről. Jó? Tehát, hogyha azért nézed ezt a videót, hogy kárőrvendjé, vagy gúnyolódj, vagy bármi, akkor szeretnélek kérni, hogy ezt most hagyd abba, tehát, vagy menj el imádkozni, vagy térje meg. Nem erről szól a dolog. Ugyanis a Last Reformation-ben rengeteg sok szuper jó dolog van, amit én is tanultam. Tehát a Jézusnak való tanítványi engedelmesség az egy nagyon zseniális dolog, illetve az, hogy nem ilyen szisztemben kell gondolkodni, nem így hétről hétre járunk egy gyülibe, és akkor hallgatjuk a prédikációt, dicsőítünk, azt hazamegyünk, hanem hogy itt tényleg mindent ott vagyunk, megyünk és hirdetjük az evangéliumot. Ugyanakkor, mivel ennek a mozgalomnak az a neve, hogy reformáció, ezért itt vannak a problémák. Mert én inkább azt látom, hogy ez nem last reformation, hanem last discipleship, vagy magyarul úgy lehet nem mondani, hogy az utolsó tanítványság, de egy reformáció az jóval több, mint egy tanítványság, egy szélesebb körű dolog. És azt látom, hogy is ebben a hibában beleeshetünk mindannyian. Én a Golgotából is jöttem ki régebben. Most a Golgotáról azt kell tudni, hogy az is egy mozgalomként indult, annak idején Calvary Chapel néven Amerikában, hippi mozgalom környékén, a 60-as években. És az is egy ilyen szenzációsan üde, friss, képlékeny dolog volt. Hippik tértek meg tömkelegével, és havonta több száz embert merítettek be a tengerbe, Kaliforniában és Szelet-Amerikában. És egy marha jó képlékeny mozgalomként indult, és a Szent Szellemnek nagyon sok teret engedtek. Csak ez is később egy rendszer lett, egy ilyen heti, összejövős, dicsőítős, tanítványozós, ugye a Chuck Smith körül forgolódó dolog, ami ugye később franchise lett, tehát több kisebb mini Calvary Chapel is létrejött, és akkor ezek jöttek át Magyarországra, a Gregopin meg a többiek, és indították el ezt a dolgot, ami akkor tájt 90-es évek talán, vagy a 2000-es évek eleje. 90-es években ez nagyon új volt itthon, hogy milyen lazaság van, hogy tényleg csak az ige van, és hogy nem ilyen törvénykezés van, meg minden. Na most, tehát ez is egy tanítványi mozgalomként indult a hippi mozgalomban, a Golgota, Calvary Chapel. Csak ezt maga Chuck Smith is megmondta, hogy a legtöbb ilyen mozgalom az mindig bedöglik, és előbb-utóbb egy rendszer lesz belőle. Tehát végül is meg is jósolta a saját mozgalma halálát a Chuck Smith. És ma már a Golgota is csak egy felekezet igazából, pedig pont annak örültek, hogy hát mi nem vagyunk felekezet, mi mozgalom vagyunk. Tehát én egy olyan háttérből jövök, tesók, hogy ismerem ezt, hogy van egy képlékeny mozgalom, és aztán bedöglik. És ezt többször is átéltem. Volt egy másik gyülekezet, az is egy házi gyülekezetként indult Angliában, de aztán az is egy pásztor körül kezdett el összpontosulni, és akkor végül az is egy tanító központú cucc lett, ugyanolyan vasárnapi istentisztelettel is bedöglött. Persze, marha jó tanításaik vannak, meg minden, csak az a baj, hogy ne nevezzük ezeket mozgalmaknak, mert ezek mindig, tehát azt kell értenetek, hogy a rendszereknek van egy dinamikája. Hogy mindig egy-két ember köré összpontosul, és akkor jönnek a támogatók, a tanítványok, vagy a kis hívek, és elkezdik bevédeni azt az egy darab embert, aki köré forgolódnak. És az a probléma ezzel, hogy a Biblia nem ezt mondja, nem ezt tanítja. És mindig ezt látjuk, hogy egy-két alapötlettel indul, és a Torbennek, komolyan mondom, nézzétek meg az első 20 Pioneer School leckét, ezek le vannak fordítva magyarul, zseniálisak. És az első lecké az nagyon megragadott engem, az a neve, hogy come out of the box, vagy gyertek ki a dobozból. És marha jól, meg a második, harmadik is, tehát nagyon jó felépíti, hogy Jézus mire gondolt, hogy nem ilyen gyűlis, hogy jöjjünk össze, és akkor hétről hétre kiszámítható dolog van, és akkor
talán a 17-es, 18-as leckében is elmondja, hogy ez nem arról szól, hogy van egy ilyen kis profi csapat, és akkor a profik azok ugye szerepelnek, és a, mit tudom én, pár százaléka a gyülekezetnek, a pásztor, a dicsi csapat, meg egy-két ilyen gyerekszolgálatos, stb. És a többi az ugye meg passzívan ott el van a gyülibe. Hanem az egész arról szól, hogy a Krisztus test az együtt dolgozik, és Krisztust valósítjuk meg, és ugye nagyobbakat és többet teszünk, mint Jézus, egymást építjük föl a Krisztus teljességébe. Tehát valami ilyesmi lenne a koncepció, és a Thorben ezt nagyon jól elkezdte, de tudni kell, hogy nem a Thorben találta ki a spanyol viaszt, oké, okay, hanem ő más tanítóktól szedte össze mind akár a ötös szolgálatos tanítását, akár az utcai gyógyítása ő találta ki, azt hiszem a Scurriblake-től van, de lehetne sorolni, tehát ő is inkább összeolózott más tanításokat, majd Frank Violának ugye vannak ezek a könyvei a kezdeti gyülekezetről, és ő is inkább összeolózta a dolgait, de azt mondjuk jól csinálta. De nem a Thorbentől indul az egész, jó? Ezt azért lássátok. És de azt is tudnotok kell, hogy ez a név, hogy The Last Reformation, mert lehet, hogy sokatok megbotránkozik, hogy milyen pofátlan dolog az, hogy valaki kihirdeti, hogy na, én vagyok az utolsó reformáció. De ezt is látnotok kell, hogy ezt egy fickó, valamilyen Frederick, akárki, majd megnézem a nevét, majd belinkelem nektek a, okay, a YouTube-on, de lehet, hogy most még itt van is egy jegyzetem. Mindegy, majd meg elővadászom. Igen, itt van a telefonom, várjatok már egy picit. Tehát volt egy fickó, aki az 1919-ben, tehát pontosan 100 évvel ezelőtt, képzeljétek el, írt egy könyvet, és az volt a neve, hogy The Last Reformation, oké? Na meg is van. És úgy hívták az embert, a testvért, hogy Frederick George Smith. És a könyve The Last Reformation, oké? És neki a könyvében, ugye ez magyarul utolsó reformáció, van egy mondat ebben a könyvben, hogy most megpróbálom nektek gyorsan magyarítani, én angolul olvasom, de magyarra fogom mondani, hogy bármely reformáció, aminek nem az a célja, hogy az új szövetségi gyülekezetet helyreállítsa, nem lehet egy teljes reformáció, hanem muszáj, hogy egy újabb felülhaladja azt. Oké? Okay? Tehát még egyszer, bármilyen reformáció, amelyiknek nem az a célja, hogy az új testamentumi gyülekezetet helyreállítsa, nem lehet egy teljes reformáció, hanem muszáj, hogy egy újabb vagy egy másik felül haladja azt. Oké? Okay? És ezt 1919-ben írták ezt a könyvet, angolul. Tehát a Thorben lehet, hogy nem tudom, hogy olvasta-e ezt a könyvet vagy sem, de van egy ilyen névegyezés. Tehát ez a koncepció, hogy az utolsó reformáció, igazából itt a koncepció nem az, hogy mi vagyunk a szupersztárok, és akkor mindenki más az bolond, hanem az a lényeg, hogy ez egy, angolul van egy szóvic, hogy nem csak last reformation, hanem lasting reformation, ami azt jelenti, hogy egy maradandó reformáció, tehát hogy egy véget nem érő, folyamatosan reformálódó egyházról beszélünk, tehát ez lenne a lényeg. Most itt a problémánk az nem azzal van, hogy a Thorben milyen jó dolgokat tanít, mert dicsőség az Úrnak érte, én is sokat változtam, meg tanultam, meg szabadultam, oké? Okay? És voltam kint a 3 hónapos képzésükön is, talán láttátok is a videókat, hanem arról van szó, hogy van egy testvér, akivel Isten összehozott a Lukász, és ő még tavaly május előtt, én májusban mentem ki Tániába, a Thorbenékhez, ő kért engem, hogy nézzem már meg a 23-as leckét, amit én ignoráltam, tehát nem elfejtettem, vagy nem vettem észre, és nem néztem meg a 23-as leckét. És hát ugye kimentem a dániai Lukács 10 iskolába. És azt kell tudni a Last Reformation-ről, hogy itt nagyon el vannak mosva a nemi szerepek, tehát a férfi-női szerepek nagyon el vannak mosva, és ez már egy alapvető probléma volt a magyarországi dologgal is, és muszáj, hogy kimondjam, hogy ez még ma is probléma. Tudjátok, a Biblia nem engedi meg azt, hogy nők uralkodjanak férfiakon. És itt nem sovinizmusról van szó, hanem egyszerű engedelmességről. És tehát, ha már egyszer tanítványoknak nevezzük magunkat, és pont ezzel dicsekszik ez a mozgalom, hogy mi mennyire követjük Jézus, mennyire betartjuk az igét. Thorben is azt mondja, hogy az igének engedelmeskedjünk, akkor nem tehetjük meg azt, hogy valamelyik területen engedelmeskedünk, valamelyik területen pedig így válogatunk. És
És nem csak Magyarországon, ez így egész TLR szerte, tehát rengeteg ilyen van, hogy a nők leuralják a férfiakat, ilyen bunkók, és tehát tényleg, tehát nem, nincs meg az a bibliai szerep, hogy az én meglátásom az, ahogy a Bibliát olvasom, hogy a nőt Isten azért teremtette, utáljatok, kövezetek, megérte, azért teremtette, hogy a férfinak segítőtársa legyen, mert a férfinak nem jó egyedül. Tehát ez az alapkoncepció, ezen se az Úr Jézus nem változtatott, se Pál, se Péter, se a kereszthalál, se a megváltás, se a kegyelem, se az új szövetség, semmi nem változtatott ezen. És az a probléma, hogy tehát az új szövetségben nem látunk női tanítványokat olyan módon, ahogy az apostolok csinálták, és a torbenék ezt összemossák. És most semmi bajom azzal, hogyha egy nő ördögöt tűz, mit tudom én, hogyha van családja, és elmegy a postára, és mit tudom én, meggyógyít egy embert, mert látja, hogy rövidebb a lába, vagy bármi. Semmi bajom ezzel, hogyha a nő betartja a szerepét, semmi bajom azzal se, hogyha a férfi is betartja a szerepét. Bajom azzal van, amikor tehát ellene megyünk annak, ami Isten igéje. Ugye, hogyha a férfi az a fiú, a Krisztust ábrázolja, a nő meg az egyházat, ugye van egy ilyen képlete Pálnak, akkor nem az van, hogy az egyház dirigál Jézusnak, hanem fordítva, Jézus az, aki vezeti az egyházat. De ha veszünk egy másik hasonlatot, amit amúgy Derek Prince is tanít, és tőlem tök függetlenül láttam meg, mert én is ugyanerre jutottam, hogy a Szent Szellem ugye a segítőtárs, hogy küldök nektek egy másik segítőt, és az atya, hogy Jézus nevezi fiúnak, hogyha a Szent Háromságot vesszük alapul, akkor Jézus volt, aki a fiú szerepét csinálta, a Szent Szellem volt, aki segítő szerepet vállalt, és ugye együtt dolgoztak, nem az volt, hogy a Szent Szellem az besértődött, hogy ő miért kisebb, mint Jézus, meg ő a háttérbe dolgozik, meg miért kell neki láthatatlannak lennie, miért mindenki Jézus látja, és akkor közben Jézus se sértődött be, hogy ő meg miért kisebb az atyánál, és hogy miért az atyát kell dicsőíteni, miért úgy tegyünk csodát, hogy az atyát dicsőítsük. Tehát, és ugye Jézus nem is fogad el dicsőséget az emberektől, ezért van bajom a dicsőítéssel is. Az atyát kell dicsőíteni, Jézuson keresztül és a Szent Szellem által. Most ez tök minden nem ez a lényeg. Nem, a lényeg az az, hogy van egyfajta, és ezt úgy hívjuk, hogy jezábeli hatás ebben az egész TLR-be, de mi rájöttünk, hogy nem is a TLR-re, nem a Torbenne van a probléma, hanem a feminizmussal, ami az 1860-as években indult el, és először csak a ruházatot kezdték el így elprostituáltozni, tehát hogy a nők egyre inkább olyanok úgy öltöznek, mint a prostituáltak régen, és tehát egy akkori nő ki is akadna a mai lányokon, bocsánat, ezt ki kell mondani, hogy mindenük kint van, meg hogy gyülekezetben is úgy járnak, hogy tehát a testükre hívják fel a figyelmet, nem pedig tehát a szépségre, értitek, és amint a Lukács észrevett ebbe a Pioneer School 23-asban, az volt, hogy Torben gúnyolja a Bibliát, és ugye ezt amúgy, tehát nagyon sok mai gyülekezetben neglegálják azt, hogy a első korintusi levélben van egy olyan része, hogy az asszonyok fedjék be a fejüket, amikor imádkoznak, vagy profétálnak. És most erre rengetegféle kifogást találtak, és képzeljétek, hogy ez is az 1950-60-as évek óta van így, hogy a nők nem fedik be a fejüket, ezt utána lehet nézni. Azért mindig befették az imádság során az asszonyok a fejüket. És ma már van egy elterjedt nézet, hogy ez csak egy kulturális dolog volt, nem mindenkire érvényes, csak a korintusiaknál volt ez fontos. Talán még a Golgotában is tanították ezt, hogy mert a prostituáltak voltak, akik nem fették be a fejüket a görög kultúrában, és akkor, ha te gyülibe jössz, akkor ne nézd már ki, mint egy prosti, hanem fedd be a fejedet. Tehát ilyesféle elmélkedések vannak. Most az a probléma, hogy sajnos ezt nem állja meg a helyét. És a Torben ugyanezt tanítja most, hogy ő ezt, neki van egy pásztori múltja a Torbennek, ő próbált 3 gyülekezetet alapítani, nem jött össze, dicsőség az Úrnak, mert legalább nem ragadt be a rendszerbe. De van egy ilyen pásztori múltja a Torbennek, és én nem tudom, hogy ő is ezt onnan vette, de a 23-as leckében arról tanít, hogy van bizonyos lexikon, ami szerint volt valami kulturális probléma a korintusi gyülekezetben, és hát akkor csak rájuk vonatkozott a fejbefedés. És az a probléma, hogy ez nem igaz, és itt nem a Torbennel van a probléma, hanem a tanítással, oké? Tehát nem a Torbent kell utálni, hogy azért, hanem a tanítást. Viszont a tanítást okozhatják démonok, ez fontos, jó?
Mondok egy példát, kim voltunk a Lukás 10 sulival, Notre Dame-ban, tehát Párizsban, a Notre Dame-i templom előtt, és a Torben fogta a megafonját, és prédikált, hogy gyerekek, ne menjetek ebbe a templomba, mert itt tele van démonnal, meg minden vallás, és amúgy ez tökre ilyen radikálisnak hangzik, meg bunkónak, meg ilyen keménynek, és közben kimondta az igazságot, és mondhatnánk azt a Torbenre, hogy fú, mekkora egy, bocsánat a szó, hogy mekkora egy paraszt. És közben nem, ő csak az igét hirdette, hogy igen, bizonyos démoni tanítások vannak abban a templomban, meg démoni jelenlét, és hogy ne menjetek oda, mert ott nem fogtok az élő Istennel találkozni. Teljesen rendben van. És vannak, akiknek nem tetszik az, amit én most csinálok, vagy mit csinálunk a Lukásszal, rámondjuk a Torbenre, hogy démon van benne. És most értsétek, jó, semmi baj az, ha démon van bennünk, akkor ki oda kell menni valakihez, és léci, segítsetek, imádkozzatok, nyűzzétek, én tök mindegy, szabaduljunk meg, aztán legyünk szentek, és menjünk tovább. Tehát ez a normális hozzáállás, hogy ha baj van, akkor segítséget kérünk. És ha én is tévelgek, nekem mindig az a kérésem Istentől, hogy ne engedj engem tévelyegni, és hogy lássátok, hogy nem a nőket utálom, értem, pont egy nő imádkozott még a fiatal hívő koromban, hogy az Isten igéje tapadjon oda a szívemhez. Tehát semmi baj ezzel. Dicsőség az Úrnak. A probléma az azzal van, hogy hülyeségeket tanítunk. És pont a Golgotában tanultuk az induktív biblia tanulmányozást, amit mindenkinek ajánlok, aminek az a lényege, hogy kidobálni az agyunkból az összes saját elképzelést, kulturális elképzelést, pásztori elképzelést, mindenféle jött-ment keresztény teológiát, és amikor az igét olvassuk, vannak szabályok, hogy hogy kell azt olvasni, és hogy kell kérdezni, és hogy kapod meg az igéből a választ, és akkor végre Isten igéje fog tanítani titeket. És ez tök jó. Csak ugye a Golgota se csinálja ezt, hanem ott is a pásztor tanít, de ez egy bolondság, mert nincs ilyen a Bibliában, hogy egy ember tanít egy-egy zűrt. Ez ilyen nincs, hanem körbe le kell ülni az Isten igéje mellé, és együtt tanulmányozni. Mi itt ebben a német családban, ahol most vagyunk, ezt szoktuk csinálni, római levelet tanulmányozzuk, és így lepődünk meg, hogy te jó ég, hogy az evangélium, tudjátok, hogy kezdődik a római levélbe? Hogy Isten haragszik. A mennyből Isten haragszik. Te összekötnéd egy mondatban a haragot meg a mennyet. Pál összekötni. A Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből. Nem a pokolból, a mennyből. És elmondja, hogy miért. És tényleg nézzétek át a Róma elejét, azt mondja, hogy mert az emberek az igazságot feltartóztatják a saját gonoszságuk miatt. És utána tovább logikázik Pál, hogy azért, mert. És azért haragszik Isten, mert ő amúgy mindent elénk adott, hogy megismeressük az ő istenségét, az ő hatalmát, és a normális gondolkodással ezt ki lehetne deríteni, de nem akarjuk, hanem ott mondja, hogy mindenféle bálványokat imádnak, meg emberek, madarak, hüllők, csúszómászoknak a képét csinál, és hogy ott lenne előttünk az igazság, de minket nem érdekel az igazság, minket a bűn érdekel, és ezért inkább kitalálunk bálványokat. És ezért haragszik az Isten. És ez az evangéliumnak az leg eleje. Hogy Isten azért haragszik, mert te az igazság helyett, tehát sőt, félredobod az igazságot, és valami más kitalálsz. És hogyha ezt alkalmazzuk a mai nap, ugyanezt csinálhatja a Torben is, de akár én is elkövethetem ezt a bűnt, vagy te is. Hogy fogja a Torben, és azt mondja, hogy engem nem érdekel a fejbefedés, mert az engem zavar, meg az olyan régi ódivatú, és különben is Dániában ez nem működik, mert ott eleve genderről van, legalább 3 minisztert mutatott be, aki női miniszter Dániában, aki most éppen őt üldözik, a Torbent, és kitalálta, hogy neki nem tetszik a 1 Korintus 11-ben a fejbefedés, és ezért inkább egy lexikon nyit ki, ami szerint, és akkor felsorol valami sztorit, hogy a zsidók meg a pogányok vitatkoztak. És ha kinyitnád a Bibliát, akár Torbennek is mondhatnám, ha kinyitná a Bibliáját, ott a 23-as leckébe, és csak simán felolvasná neked meg nekem a 11-es tanítást, 11-es fejezetét a Korintusnak, akkor semmiképpen sem találnád ott a kultúra szót. Nem találnád ott azt, hogy zsidó, vagy azt, hogy görög, hogy veszekednek. Nem találnád ott azt, hogy a prostitúció miatt kell befedni a fejedet. Pálnak ilyen érvei vannak, hogy egy teremtésbeli sorrend, ugye, hogy a Krisztusnak a feje az atya, a férfinak a feje a Krisztus, és a nőnek a feje a férfi. Tehát egy sorrendet találunk, ez az egyik érvelése Pálnak, a másik érvelése Pálnak az az, hogy
hogy nem illik, tehát hogy szégyen az, hogyha egy nő ugye fedetlen fővel imádkozik, tehát nem azt mondja, hogy talán egy prosti meg izé, nem, szégyen. A harmadik érve az az Pálnak, hogy nem a nő lett a férfiért, hanem, de bocsánat, hogy nem a férfi lett a nőért, hanem a nő lett a férfiért, és a negyedik érv, aztán ezt még nem mondtam, hogy az angyalok miatt. Már csak ha ezt az egy érvet veszed, hogy az angyalok miatt kell befedni a nőnek a fejét imádkozás, illetve profétálás alatt, ez megdönt mindenféle kulturális érvelést, hiszen nincsen olyan, hogy csak korintusi angyalok, oké? Okay? És az angyal, amit jelent a levélben, ha megnézitek, azt hiszem a hatos fejezetben van, hogy elviszik egymás bíróságra a korintusiak, és azt mondja Pál, hogy ezt srácok, nem tudjátok, hogy angyalok fölött fogtok ítélkezni. Tehát értitek, hogy itt egy szellemi érvet hoz Pál, minimum, a fejbefedésről, hogy gyerekek, hát az angyalok miatt fedjétek be a fejeteket, lányok, az angyalok miatt. Nem mondhatod, hogy prosti, hogy kultúra, stb. Oké? Okay? És még ami érdekes, hogy ha Torben bős lett volna, akkor kinyit más lexikonokat is, nem csak egyet, hanem van több dolog is, például megnézhette volna az egyházatyákat. Tertullianusnak vannak írásai pont a fejbefedésről a 200-as évekből, és képzeljétek el, hogy ők nem azon vitatkoztak, hogy egy nő fedje be a fejét, vagy se, hanem azon, hogy mennyire fedje be a fejét. És nem csak Korintusban kell befedni a fejét a nőnek, hanem mindenhol. És konkrétan leírja ezt a Tertullianus, hogy minden helyen a nők befedik a fejüket, és ti meg szégyelitek magatokat, hogy csak félig feditek be a fejeteket, mikor még az arab nők is megítélnek titeket. Ez 200-as években írta, tehát Mohamed még sehol nem volt. És akkor az arab pogány nőkre appellál a Tertullianus, hogy asszonyok, hát fedjétek már be normálisan a fejeteket, és meg ilyeneket érvelnek, hogy most akkor a... Tehát ilyen vitatkozások voltak, hogy most a szűz is fedje be a fejét, vagy csak a feleség. És tehát abszolút nem is az volt a téma, hogy a fejbefedés az csak a haja a nőnek, hanem tehát ők tudtak ugye görögül azok az emberek, és tudták, hogy az egy rendes kendőt jelent. Látjátok, hogy nem ez volt az érvelésünk ma is. Az a baj, amikor valaki azt mondja, hogy hát a korintusi levél csak kultúra volt, hogy pontosan a mi kultúránk szemüvegén keresztül nézzük a korintusi levelet, amit úgy hívunk, hogy feminizmus, ami csak a 1800-as évek után van, és a 1950-60-as években voltak ezek a nagy megmozdulások, és onnantól kezdve nem fedik be a nők a fejüket a gyülekezetekben sem. Hát látjátok, hogy amire a Torbe hivatkozik, hogy az csak egy adott kultúra volt, kiderült, hogy az ő saját kultúráján keresztül értelmezi a Torben, a dán feminista kultúrán keresztül, meg ami most már Európába is megy, oké? Okay? És ahogy látod az arcát a Torbennek, igazából nem tudom, hogy mennyire célszerű ezt föltennem a YouTube-ra is, csak a Facebookra tettem ki, hogy kivágtam a képeket, ahol manifestál a Torben, és nagyon furcsa grimaszokat vág, és szinte gúnyolódik. Amúgy nem is tudnak ezek a démonok tehát nem megnyilvánulni, mert annyira büszkék, annyira önteltek ezek a démonok, hogy hiszen leletezik magukat. És ha te jártas vagy az ördögűzésben, akkor kiszűröd ezeket. Tehát mi üztünk már ilyen haragdémont, üztünk tehát gúnyolódó démont. A gúnyolódó démonra azt kell tudni, hogy nevetni akarsz tőle. Engem is meg szokott támadni, és semmi baj, ki kell üzni, meg kell térni, meg kell alázni magadat. És mert nem gúnyolódhatunk ugye se Isten igény, se pedig az Isten által alkotott embertársainkon sem gúnyolódhatunk. Tehát, hogyha néztek ilyen kandi kamerát, ahol valaki pofára esik, és röhögtök, térjetek meg ebből, mert Istennek a képmásán gúnyolódunk. Meg ilyen furcsa vicceket, amikor a másik embernek a bénázására röhögünk, jó? Tehát ez gúnyolódó démon, ezt ők csinálják, ez nem méltó Isten országához. Buta humorizálás, ebből meg kell térni. És hát ki lehet szűrni ezeket a démonokat. Most azt kell, tehát szóval volt nekem ez a Lukás 10 iskola, sok mindent tanultam, meg minden, de nekem volt egy álmom még decemberben, tavaly, tehát ez tavaly előtti decemberben, aminek az a értelmezése, most nem mondom el az álmot, hogy segítséget kértem a csapattól, és akkor a csapat az ellenem támadt. És ez tényleg meg is történt a dán iskola során, hogy lett volna
egy páciens, aki kért segítséget szabadulásban, és én kértem egy hölgytől segítséget, a gyárt hölgyről van szó, és én hölgyet nem tudok szabadítani, meg különben is telefon, meg Dániába, a hölgy, meg Magyarországon, és az illető meg ignorált engem, aki meg átpasszoltam volna, hogy légy foglalkozz vele, és akkor mindenféle dolgokkal jött, hogy már egy hónap, hogy haragszik rám, és közben meg kellett volna bocsátani. Mindegy, nem ez a lényeg. Ez nem akarok pletykálkodni. Itt az a lényeg, hogy ezt nem lehet így csinálni, hogy pletykák mennek, meg haragszunk egymásra, és közben hirdetjük a megbocsátást. És amikor vége volt ennek a Lukás 10 iskolának, akkor én kértem Istent, hogy mutassa már meg, hogy hogyan tovább, és tudjátok, hogy én most már teljes időben úgy élek, hogy amerre Isten vezet, a pénz az abszolút nem érdekel engem, és képzeljétek el, működik a Máté 6.33, tehát keresed először Isten országát, minden megadatik neked, nem is kell, a pénzzel soha ne foglalkozzál. Ne kéregessé, ne kunyerálja, az tök béna, nem méltó Krisztushoz, és nem, te Isten országába törődsz. És pont ez a csoda, hogy anélkül, hogy kéregetsz, mindig Isten ad. Hogy ő azt ott csinálja, nem tudom, én most ezzel nem is akarok dicsekedni, mert ezek a ruha, az étel, ugye, ezek az élet sokkal több benne. Jó? És az Isten szólt, hogy menjek Németországba, és te ezt többször mondta, hogy menjek Németországba, és akkor aztán már nevet is mondott, hogy menjek Németbe, és segítsek Lukásznak. És ami a vicces volt, hogy Lukásznak pont imádkozott az, de jó lenne, hogyha az Attila jönne hozzám segíteni. De ő ezt nem mondtám el nekem. Én meg így félbe kérdeztem meg a Lukász, hogy figyelj, Lukász, lehet, hogy nem tudom, mi van, de úgy érzem, hogy Isten azt mondja, hogy menjek segíteni neked. Miután vége a Lukás íznek, és akkor Lukász meg jaj, de örült, meg minden, meg már így, ugye mondta a többi tanítványnak ott a Németországban, hogy de jó, fejez az Attila, meg hogy tök jó lenne majd együtt jönni. És tehát ő is tökre örült nekem. És kiderült, hogy ez a Lukász ugyanazzal küzdik, mint én, hogy a nők bunkók. Ezt ki kell mondani, a nők bunkók. Nem mindegyik tisztelt a kivételnek, ha alázatos vagy, ha feleség vagy, hogyha az a vágyat, hogy megéld a bibliai szerepedet, a dicsőség az Úrnak érted. De nem ezt tapasztaltuk, és a Lukász is, hát mint egy halom kaka, úgy kellett őt is összeszedni. Láttam én az ő arcát, amikor tönkre volt vágva, és Isten helyre rakta őt, és közben már megházasodott. Nem dicsekvésképpen, mégis én mondtam el az esküvői, tehát a prédikációt, ami fönn van amúgy a YouTube-on egy hasonló előadás, olyan, mint a Torbennek a poharas előadása, az a cím, hogy Trónok és dicsőségek, nézzétek meg, ez a férfi-női szerepek. És tehát azóta Lukász összeházasodott, és dicsőség az Úrnak, ahogy vezette őt és a felesége Torsit, és egy igazi álom, ahogy látni, ahogy ők együtt vannak. De ugyanez igaz ennél a német családnál is, ahogy a férfi gondoskodik, a nő pedig anyáskodik, és nagyon jó látni. És közben az Úr elvezette Orsit is, hogy beköti a fejét, az itteni nő is beköti a fejét, amikor imádkoznak. Nem azért, mert ez egy vallásos bolondság, hanem ezt hívjuk úgy, hogy engedelmesség. És körülbelül szeptemberben küldtünk a Torbennek egy privát videót Lukásszal, először csak privátban, hogy a Máté 18 mondja, és elmondtuk a dolgainkat, hogy képzeld el, Torben, már harmadjára üztünk Jezabel szellemet, és látjuk ezt a problémát mindenhol, most vannak, akik szerint Jezabel az férfiakban is van, én mondjuk inkább Heródesnek nevezném, vagy Saulnak ezt a férfiban levő cuccost, de mindenjében nem menjünk bele, Jezabel a Bibliában női cucc. És olvassátok el a kettő királyok 9-ben, ahogy Jéhu kinyírja ezt a Jezabelt, és itt nem volt kecmec, hogy ez egy bálványimádó nő volt, aki az egész Izraelt rávette királynőként, hogy ne az urat imádjátok, hanem a Baalt, és akkor az Isten profétáját gyilkolászta, üldözte, meg a Nábót szülőjét elvette, ugye, stb. Stb. Itt írtalan gonosz nő volt. És a lényeg, hogy ezt a szellemet már többször konfrontáltuk, üztük több más szellemmel együtt, nem dicsekvésként mondjuk, mert minden istené, tehát ha az Úr nem segít, akkor nekünk annyi, akkor én ugyanúgy megyek a pokolba, nincs semmi értelem, tehát mind van, amit nem kaptál. Jó, tehát minden istent illeti, Jézus a dicsőség, az ő nevére mennek ki ezek.
És a lényeg, hogy a nevem föl van írva a mennyben, nem az, hogy az ördög kinek, ez nem számít. Az a lényeg, hogy az ember, aki bűnözünk, az szabad legyen, és ő is Isten imádóvá váljon. Jó? És a videót elküldtük a Torbennek. A Torben pár hét után azt válaszolta, hogy gyerekek, rossz szellemiség van bennetek, és ez nagyon nem jó irány, amit csináltok. Igen, tudjuk, van valami probléma, de nem vészes. És akkor ugye beszélgettem még így privátban a Torbennel, hogy jó, de mi van azzal a tanítással, amit a Lukács 10 iskolában tanított az egyik tesó, hogy a nemi szerepekről, és egy marha jó tanítás volt, igazi bibliailag összeszedett férfi szerepek, női szerepek. És a Torben azt mondta, hogy hát igen, volt ebből valami probléma, egyeseknek nem tetszett, és zűrzavart keltett, ezért megtértem ebből a tanításból, és ezt nem képviselem többé. És ami számomra sok hatásként ért, ezt így privibe mondta, hogy életemben nem hallottam még olyat, hogy valaki az igazság üzenetéből tér meg. Értitek? És azóta az a tanító már nincs az utolsó reformációban. Tehát nekem még az volt az utolsó ilyen, wow, ez a mozgalom még működik, ez még nem hódott be a feminizmusnak, még itt igazán tanítják a szerepeket, és ebből a Torben úgy néz ki, hogy megtért, és akkor hát össze voltunk rogyva, ugye Lukásszal és Pész elmentünk imádkozni, és kimentünk, itt van Németországban egy erdő, és a Lukászék, azok látták az én arcomat, teljesen tropa voltam minden, hogy nehogy már egy tök jó kezdeményezés, egy reformáció, ragaszkodnak az igéhez, tanítványoznak minden, és akkor megalkudnak. Pont a Torben, aki hirdeti, hogy ne alkudjatok meg soha, ne legyetek a második talaj, akik féltek az emberektől, és megalkudott. És ez rosszul esett is, mint egy, nem tudom mi, egy mosott rongy. Isten szólt nekem, hogy Attila, nem téged vetettek el, hanem engem. Ugye ismertek ezt az igét a Sámuel könyvéből, és hogy utána elmentünk az állatkertbe egy pár nap múlva, és ott is imádkoztam, családdal elmentünk, és imádkoztam, hogy most uram, mi a túró volt ez az egész TLR, meg minden. És az Isten mondta nekem, hogy ja, Attila, én sose kértek, hogy te a TLR-nek a része legyél. Jó, oké. Ugye ott volt a nagy álmom, hogy na, akkor megyünk, és akkor én is kickstartokat fogok csinálni, meg fölépítjük az öt ugye, ajándék, ugye, vagy az evangelista, pásztor, proféta, tanító, stb. Ugye ezek által fölépítjük majd Magyarországon a gyülekezetet, meg Európában, mindenhol, és akkor tök nagy ambícióm volt, és Isten azt mondta, nem. Nem erre megy ki a játék. Jó, de uram, akkor mi ez az egész is? És Isten mondta, hogy figyelj, Attila, én tudok rendszereken belül is dolgozni, de nekem nem a rendszer a fontos, hanem az emberek a fontosak, az egyének, a személyek. És ugye, ha valaki nyelveken szólt, legtöbbet, tudjátok ki volt az, aki a legtöbbet nyelveken szólt, és ezt most karizmatikusoknak mondom. Ugye Pál mondta, hogy én szólok a legtöbbet nyelveken. Ugye? És ő mondja, ha valaki magát profétának tartja, vagy tehát ilyen szellemi embernek, akkor az jegyezze meg, hogy amiket hirdetek, ezek az Úr parancsolatai, 1 Korintus 14, 37. Tehát Pál szólt a legtöbbet nyelveken, ő volt a legkarizmatikusabb testvér, ugye, és ő írta le azt, hogy a nő fedje be a fejét. Oké? Okay? Tehát ha te karizmatikus vagy, és abba hiszel, hogy nyelveken szólás által kapsz rémát Istentől, akkor hidd már el azt is, hogy Pál nem volt bolond, amikor leírta azt, hogy a nő fedje be a fejét. Ő is karizmatikus volt, jó? Pláne apostol, amit te nem vagy. Jó? És csak volt neki egy tekintélye, hogy apostoli tanítást leadjon a gyülekezetnek. És hogy mondtam, hogy Tertullianusék is azon vitatkoztak, hogy világszerte mindenhol befették a fejüket, ez nem egy korintusi parajelenség volt, akkor ne bóckodjuk ezt el. És itt az elvet értsétek meg, hogy egy reformációról beszélünk, és az igéhez kell ragaszkodni. És akkor a Lukásszal írtunk egy nyílt levelet a Torbennek. Most ez is kint van a YouTube-on, de csak angolul, nem tudom, majd ha lesz időm, lehet lefordítom. Egy bevezetővel, és utána pedig a 23-as lecke szétszedésével, bibliai mérleg letevésével. Tehát másodpercre pontosan ki van vesézve, hogy mikor mit mond, és hogy az miért furcsa az egész.
És először ugye ezt is Máté 18 szerint a Torbennek küldtük el, tehát a panaszod vannak először négy szem közt. És ebben pont a Torben mutatott egy példát, mert amikor ő megfette a Todd White-ot, akkor először privátba küldte el neki. És aztán csinált egy videót, van az a videója neki, hogy ne üljünk föl ugye az ökumenizmus vonatjára. Tudjátok, van ez a videója. És ő is először privébe ment a Todd White-hoz. De hát a Todd White-nak valami titkárja elutasította a Torbent, és ezért csinálta meg ezt a videót a Torben. Na most mi ugyanis csináljuk a Torbennel, hogy ő elutasított minket, és mi most napvilágra tesszük. Tehát megvan a két tanú gyerekek, a Lukasz meg az Attila, két tanú, hogy itt baj van. Van egy tanításunk, amit a Tóth Tibiék gyülekezetén, hát nem is Gyuli volt, hanem tehát náluk megszálltunk Magyarországon, Tóth Tibiéknél Veresegyházon, és ott a Lukasz beszélt arról, hogy a Simon mágust hogyan leplezzük le, és tehát elkezdtük nyilvánosan is leleplezni, hogy a tanítványozó mozgalomban nagyon sok a Simon mágus, akik ambícióért csinálják a dolgokat. És ez nem működik. Nagyon sokan lesznek, akik ördögöt üztek, és Jézus a pokolra fogja őket dobálni, mert nem ismerte őket. És tehát most egy harmadik fázisban van ez a Máté 18 a Torbennel, illetve van egy való Pál mondja, hogy a véneket azokat nyilvánosan kell megfedeni azért, hogy a többi vénben is ugye félelem támadjunk. Tehát, hogy nem lehet bóckodni. És nagyon szerettük a Torbent, meg tehát az a vágyunk, hogy megtérjen, tehát ne úgy nézzétek ezeket a videókat, hogy kárörvendve, hanem imádkozunk érte folyamatosan minden nap. Értem is, imádkozzatok, hogyha tévelyek meg bolond vagyok, hogy akkor a világosságra tudjak jönni, mert tükör által homályosan látunk, ez semmi baj. Csak azzal van a baj, amikor valaki beragad, és még gúnyolódik is rajta. És hogy mi vagyunk az ostobák, meg akikben rossz szellem van. Jó. Úgyhogy még egy dolgot el akarok nektek mondani, hogy mi elkezdtük a Lukasszal ezt, és egyre inkább azt látjuk, hogy megtaláljuk van egy ilyen tisztátalan szent háromság, ugye a jelenések könyvében három béka van erről, és ugye van ugye az Atyafiú Szent Szellem, és ennek megvan a sátáni verziója is, és először ugye mi a Kundalinit találtuk meg, ami a kígyó démon, ugye ez van a Felházban is, meg Torvájték, meg a Bethel Church, meg egyre több karizmatikusnál is, ahol állandóan csak a kegyelmet hirdetik megtérés, nem a bűnbánatot, hogy meg kell halni magadnak, ezt nem hirdetik. Tehát ez a hamis szent szellem, ez ilyen nagy örömöt okoz neked, ebből csináltam a tűzkonferenciából is egy videót, tehát mi ismerjük azt a démont, űzzük is. Ha ilyen problémád van, akkor szóljál, akkor tudunk segíteni. Tehát nem minden szellem a szent szellem, amelyiktől nevetsz meg nyelveken szólsz, jó? Mert az egyik a kundalini, ezt nagyon nehéz kiűzni, tehát szoktunk ezzel szívózni, mire nagy nehezen kimegy, kígyó formájában össze-vissza vergődik a földön, minden csinál. Ez a szent szellemet káromolja, vagy utánozza, ez a kígyó. Ugye ezt a szellemet megtalálod a Bibliában, a Abcsel 16-16-ban, a jövendőmondó lánynál, görögöt megnézed, ott piton szerepel, nem jövendőmondó, hanem piton. Az egy kígyó. Akkor ugye van a másik nagy szellem, ez a Jezabel, oké, ez egy ugye égkirálynak is nevezik, Szemiramisnak is nevezik, ez egy babiloni eredetű cucc. Mai kereszténységben Máriaként fogod ismerni a katolikus egyházban, leginkább, ugye Isten anya, meg stb. És hát ő az atyát cseréli ki, hogy az anya, van és nem atya, oké, ez nagyon fontos, és ez egy, tehát ő fölcseréli a nemi szerepeket is, pláne, és a nőket teszi uralomba, ez amúgy a feminizmus vallása is, ez a nőket Isten fölé emeljük, mint az Édenkertben, ugye azt mondta a kígyó, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ugye a feminizmusnak ez a lényege, hogy nem kell a Biblia alá rendelni magadat meg a férfiak alá, tehát hogy nem kell a rendszerben, tehát az isteni rendszerben, most értsétek, jól lenni, hanem mindig lázadunk, elégtelenek vagyunk, stb. Stb. És töltetünk fölfelé karrier, és olyanok leszünk, mint az Isten, tehát ez a Jezabel, oké. És van a harmadik démon, amit szintén megtaláltunk, és de ezt most értsétek úgy, hogy ez még dolgozunk rajta. De egyre inkább azt látjuk, hogy megvan a Jézus helyettesítő démon is, ez pedig a Baál. És a Baálnak az a jelentése héberül, hogy Úr. Ugye héberül van az Adonai, és van a Baál.
Tudjuk, hogy amikor az új szövetségben urat említenek, ugye az Adonáj cserélik ki, ugye, hogy Jézus ugye az úr, Jézus az Adonáj, és amikor nagyon sok testvér van, aki az úrra hivatkozik, csak hogyha amikor felfedjük ezt a démont, akkor kiderül, hogy ő nem Jézus, hanem ő Baál. Oké? Okay? És a Baálról azt kell tudni, hogy egy iszonyatos károsztató, mintha egy magnószalag menne az agyadba, állandóan károsztat, és megfelelés kényszerbe akar téged vinni, akár proféciákat is ad, vezetéseket is ad, de nem az Isten szerint, hanem egy megfelelés kényszerbe rak bele, és hogyha nem teljesíted, akkor úgy érzed, mintha a pokolra mennél, és elkövetted volna a Szent Szellem káromlásának halálos bűnét. Hát ez a Baál szellem, oké, okay, ez a hamis úr. Tehát van a Kundalini, ugye a Piton, a kígyó, a hamis Szent Szellem, van a Jezabel, ami az atyát helyettesíti, és van a Baál, az pedig Jézus helyettesíti, úgyhogy ezeket csekkoljátok le magatokba. Ezek ilyen nagyon vallásos szellemek. Jó, és ezeken keresztül is, de sok más szellemen keresztül is operál az ördög, a gonosz, a sátán. És Thorbennél is azt látjuk, hogy soha nem nevezi Istent apjának, tehát, hogy atya, mennyei atyám, father, nem mondja mindig God. Nem látjuk azt, hogy nála van egy apakép, nem látjuk azt, hogy érteni a családiságát a gyülekezetnek. Ő állandóan tanítványoz, mindenki menjen ki, de nincs család, és vagy mit tudom én, az kuckózásnak nevezik, vagy mit tudom én, de ez nem jó, mert család vagyunk, és nem a tanítványsága fontos, hanem az, hogy Isten egy családot készít magának. Ennek egy eszköze a tanítványság, ami egy parancs is, tehát ha nem vagy tanítvány, akkor térjél meg ebből, mert Isten nem azt mondta, hogy kegyetek templomba, meg gyülekezetbe járokká minden népeket, hanem tanítványokká, bemerítve őket is tanítván. Jó, és akik hisznek, ezek a jelek követik, ördögöket űznek az én nevemben, új nyelveken szólnak, ha halálosat isznak, vagy kígyót emelnek föl, nem árt nekik, ha közüket betegekre teszik, meggyógyulnak, és tehát ezzel lehet vitatkozni, de benne van az igében. Tehát nem a tanítványság ellen vagyok, hanem az ellen vagyok, hogyha, vagy inkább mondhatnám szebben fogalmazni, hogy amellett vagyok, hogy a Bibliát tartsuk meg, és nincs olyan, hogy női Lukács 10, vagy a Lukács 10-ben ugye az a lényeg, hogy kimegyünk házról házra, és akkor vándorlunk, és ha nem fogadnak be, akkor az utcán alszunk hálózsákba, ha meg befogadnak, akkor meg jaj, de jó. Ilyet nem látsz nőknél. Nőknél mindig azt látod, hogy meg vannak házasodva, és van valami, tehát az otthon melegét nevelik, tehát csinálják, sőt, azt mondja Pál, hogy az idősebb asszonyok neveljék a fiatalabb asszonyokat, hogy legyenek jó feleségek, szeressék a férjüket, gyerekeket, rendeljék magukat alá, és legyenek háztartási vezetők, és akkor itt az indoklás, hogy ne káromolják az Isten igéjét. És ez egy pásztor levélben van leírva, tehát ez mindenkire érvényes. Úgyhogy külön szerepe van a férfinak és a nőnek, és én nem azt mondom, hogy mondom meg, egy nő az nem műszet ördög, csak más a szerep. Van egy egész konkrét ember gyár minden műben. Azért, hogy gyerekeket nemezzen, és hogy szaporodjunk, sokasodjunk, és betöltsük a földet. Most én nem az extrém dolgokról beszélek, hogy valaki beteg, meg mit tudom én, meg hogy mondják, bántalmazták, stb. Ezekből meg kell gyógyulni. Erre külön nem akarok most itt kitérni, hanem mindig az alapelveket akarom lefektetni, nem a kivételekről akarok beszélni. A kivételeket mindenki ismeri, hanem az alapelveket. Úgyhogy nagyjából ennyi, ez a lényeg a TLR-ben, ez a probléma, hogy tolerálják a Jezabelt, és nem jól tanítják a tanítványságot, a női szerepeket, férfi szerepeket, de ettől függetlenül, ami jó, azt megtartjuk, ami rosszattól elfordulunk, és Isten megmutatta, hogy nem rendszereket kell építenünk. A TLR is egy rendszer, nem kell térkép, nem kell ilyen kártya, meg mindenféle, amivel evangelizálnak, semmi nem kell. Nem kell kimenned Dániába ahhoz, hogy bemerítkezzél, nem kell a Torben se ahhoz, hogy bemerítkezzél. Egyszerűen olvasd az igét, és majd az Úr elvezet minden igazságra. Jó? Bármi kérdés van, kommenteljetek, vagy megtaláltok a Facebookon is. Ugyanezzel az arc szerkezettel, jó? Nyugodtan lehet utálni, meg mindent csinálni, az se baj, akkor oda tartom a másik oldalamat, és ne úgy nézzétek, hogy én egy beképzelt majom vagyok, aki mindent tudok. Inkább úgy szoktam nevezni, hogy szeretnék Isten szamara lenni, akire fölül Jézus és használ, és bemegy Jeruzsálembe, és mint a király,
bemegy az emberek szívében, mint a király, inkább maradjunk szamarak, kicsik, nem kell nagynak lenni, viszont az fontos, hogy az igét azt megtartsuk. Akkor is, ha nem tetszik, pont erről szól az, hogy meghalom magunknak. És hogyha valaki szereti a bemerítkezést, mert számára nem csak egy szimbólum, az pont a torment, és láttunk sok-sok megtérés, sok-sok szabadulást, de ugyanúgy nem lehet válogatni, hogy akkor most a bemerítés az egy igazi szimbólum, de a fejbefedés az nem. Ott a fejbefedés is arról szól, hogy meghalsz magadnak, hogyha nő vagy, hallj meg magadnak. Ugyanarról szól, mint a bemerítés, hogy nem te vagy a főnök, bizony. Ahogy én sem vagyok főnök, mert nekem a főnök Jézus, kész. És Jézus se a főnök, mert neki a főnök az atya. Úgyhogy a főnök magyar szó is, hogy a főből származik, a fő meg a fej. Tehát értitek? Úgyhogy ez nem erről szól. Viszont ha mindenki tudja a szerepét, és alázatosak vagyunk, és megvan bennünk a krisztusi hozzáállás, hogy egymás különnek tartsuk, és hogy Jézus se tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, akkor úgy hiszem, hogy ezek a vitatkozások meg kell, hogy szűnjenek. De ha nő vagy, akkor legyél nő, ne legyél férfi, ha meg férfi vagy, akkor meg ne legyél nő, és nem legyél férfi. És mondd ki az igazságot. Jó, úgyhogy remélem, hogy ez így sikerült rendbe rakni a dolgokat. Imádkozzatok, értem is. Lukaszért is sok szellemi támadásunk van, ez a Jezabel egy kemény dolog, támad jobbról-balról, de nem akarom azt, hogy sajnáljatok minket, hanem azt akarom, hogy legyetek tanítványok, és ne tegyetek kompromisszumot, amire eljutok az Isten igéjébe, azt neki magyarázzátok, hanem kérlek, tegyétek meg, mert Krisztus is mindenben engedelmes volt az atyának, és ő az Isten igéje. Jó? Na, ezt akartam elmondani. Köszi szépen a figyelmet, Isten áldjon titeket, és remélem, hogy így rendbe tudtam tenni a dolgokat. Még egyszer, nem mozgalmakat követünk, de az bátorítalak, hogy az első 20 leckét, azt tényleg nézzétek meg a tormentől, az nagyon jó, az még normális, úgy ahogy, és abban nincs kivetni való. Isten amúgy is azt mondta, hogy 20 leckét csináljon a torment, de ő sajnos túllépte ezt a hatáskörét. Tehát az első 20 lecke az zseniális. Úgyhogy azt nézzétek meg, még a végén is van egy ilyen jópofa vicc, hogy ott táncolnak az emberek, és akkor hogyan indul el egy mozgalom, az először hülyének nézik az egy táncolót, akkor egy-két ember csatlakozik, és akkor utána végül a többi is, hogy ez egész normális jópofa dolog, és elkezdik követni. Tehát lehet, hogy most minden új dolog úgy indul el, lehet, hogy újnak ható dolog, de közben tök régi, hogy egy-két ember csinálja, a többi kigúnyolja, hülyének nézi, stb. Aztán egy-két ember csatlakozik, akkor már 3-4, már 5-6 ember csatlakozik, és a végén már rájöttek, hogy tényleg ez a normális. És ugyanezt csináljátok, lányok, a fejkendőzéssel is. És nem számít, hogy hülyének néznek, mert nem az emberek megfeled be a fejedet. Az angyalok miatt. És valaki kérdezte, hogy mit értek ez alatt, hát én nem értek ez alatt semmit, nem tudom. Egyet tudok, Efézus 3.10-ben írja, hogy az Isten a sokféle bölcsességét mutatja meg az egyházon keresztül, az angyaloknak, meg a mennyei fejedelemségeknek. Ezt az egy igét tudom, hogy Isten mit akar tanítani az angyaloknak azon keresztül, hogy a nők befedik a fejüket, ezt nem tudom. Isten nem kötötte az órunkra, egyet tudok, hogy Isten és az angyalok között van valami ügy, ez rájuk tartozik, ránk azt tartozik, amit Isten az igébe leírt. Jó? Úgyhogy légyszereljetek engedelmesek, én is erre törekszem, és nyugodtan, ha van bármi, amiben ti jobban láttok, mint én, amiben én is tudok engedelmes lenni, akkor meg abban meg tudtok nekem segíteni, jó? Tehát ez nem lóverseny, nem arról szól, ki a ügyesebb, jobb, gyorsabb, hanem arról szól, hogy fölnövünk a Krisztusig, ugye, mint a testnek a fejéhez, Efézus 4-ben ezt elolvashatjátok, és szépen egymás segítségével kiamiben ügyesebb, jobb építjük a Krisztus testét. Jó? Úgyhogy legyünk szeplőtlen mennyasszonya az Úr Jézusnak, hibátlan, amiben nincs kivetni való, mert amikor visszajön, akkor ő ennek fog örülni. Jó? Úgyhogy Isten áldjon titeket, Attila vagyok, Limbachból, Németországból. Sziasztok!